Sziasztok és üdv újra mindenkinek a csatornán, köszönöm, hogy ma is velem vagytok. Én Pavló Péter vagyok, ez pedig itt a Térerő, ahol mindenféle kütyükről, meg mobilokról, meg hasonló más okosságokról szoktunk beszélgetni. A mai adásban pedig egy olyan témáról lesz szó, amiről már régóta szerettem volna videót készíteni, egészen mostanáig azonban nem volt rá megfelelő apropó. Ez a téma pedig nem más, mint hogy a robotok mikor veszik el a munkánkat, és mit tehetünk azért, hogy a jövőben mégiscsak legyen állásunk. És persze, ha úgy veszük, akkor korábban is beszélhettünk volna már erről a témáról, hiszen nem csak hogy egyre aktuálisabb, hanem gyakorlatilag egy változás kellős közepén állunk, viszont szerettem volna valami kézzelfogható dolgot is mutatni nektek, ami nagyjából képes azt érzékeltetni, hogy hol is tartunk most ebben az egész átalakulósdiban. És erre volt remek alkalom az a kiállítás, amit nemrég rendeztek meg Münchenben, és ahová volt szerencsém ellátogatni és testközelből megnézni azokat a robotokat, amik a jövőben majd helyettünk fognak dolgozni. Technologic. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it. De mielőtt még rátérnénk arra, hogy hogyan is áll a robotok fejlődése, válaszoljuk meg rögtön az egyik legfontosabb kérdést. Kell félnünk attól, hogy a robotok elveszik a munkánkat? Nem. Persze ez a válasz furcsán hangozhat akkor, amikor a csapból is az folyik, hogy milyen szakmák szűnnek majd meg a gépek miatt. Kér még egyet? De ha egy kicsit is messzebbről és egy kicsit is kontextusában nézzük meg ezt az egész képet, akkor rá fogunk jönni arra, hogy valójában egyáltalán nincs mitől tartanunk. Az emberiség történetében ez például már a negyedik ipari forradalom, és hát az a helyzet, hogy az első három sem taszította valami állástalan munkanélküli káoszba a világot. Ahelyett, hogy egyre rosszabb lett volna a sorunk csak azért, mert bizonyos területeken gépeket kezdtünk el használni, valójában egyre jobb körülmények között és egyre tovább élhetünk. Jó, persze lehetett volna ezt a dolgot sokkal okosabban is csinálni, például azzal, hogyha nem tesszük szét az egész bolygónkat, de ez egyrészt egy másik téma, másrészt pedig azért bízzunk benne, hogy az emberiség tanul a saját hibájából. Szóval, ha nem lettek volna az ipari forradalmak, és nem fejlődött volna egyre nagyobb léptékben a technológia, akkor valószínűleg még mindent ugyanúgy gyártanánk, mint mondjuk 150-200 évvel ezelőtt, ez pedig azt eredményezné, hogy nem lenne elég élelmiszer, nem lenne elég gyógyszer, vagy nem lenne elég ruha, sőt, ha még messzebbre megyünk, akkor gyakorlatilag nem lennének könyveink, nem ismernénk a naptárat, nem ismernénk az órát, és valahol még mindig ott ücsörögnénk egy bokorba, az orrunkat piszkálva. Szóval a technológia fejlődését akadályozni az nagyjából olyan, mintha magát az evolúciót akarnánk megállítani. Béla, ki ne menj arra a szárazföldre! Oké, de ha már kimentél, akkor maradj ott, és fel nem állsz arra a fára. Az Isten áldjon meg, akkor már lenne gyere arról a fáról. Teszed le azt a botot! Éppen ezért azt gondolom, hogy bár alapvetően mindig vannak ellenértekeltjei a fejlődésnek, sőt olyanok is, akik kifejezetten megpróbálják azt megakadályozni, elég csak mondjuk a 19. századra is a ludizmusra gondolni, ezt az egészet nem megakadályozni kell, hiszen azt úgysem sikerülhet, sokkal inkább alkalmazkodni hozzá, ez ugyanis egy csomó izgalmas újdonságot hoz majd el. Amellett, hogy természetesen megszűnnek majd bizonyos munkakörök, létrejönnek majd olyan újak is, amik egészen eddig nem léteztek. Mindez pedig új szakembereket és új tudást kíván meg, amit viszont csak úgy lehet elérni, hogyha az ember folyamatosan képzi magát és figyeli azt, hogy merre fejlődik a technológia és mire lesz szükség a következő évtizedekben. Ezt a fajta trendet pedig fel kell ismerni ahhoz, hogyha majd jön egy robot, ami átveszi a munkánkat, akkor pontosan tudjuk azt, hogy merre kell mozdulnunk, milyen lehetőségeink vannak és ahhoz milyen szaktudás szükséges. Ezt a fajta stratégiát és ezt a folyamatos tanulást pedig már érdemes ma elkezdeni, ugyanis a robotok már jelen vannak és azt lehet rajtuk látni, hogy egyre több és egyre összetettebb feladatokat képesek végrehajtani. Az viszont már egy jóval nehezebb kérdés, hogy a robotok mikor veszik át tőlünk a munkát, és az is kérdés, hogy egyáltalán hogyan kell ezt elképzelni. Hogy mennyire különböző fejlesztési irányok vannak, az jól látszódott a müncheni kiállításon is. A kiállítók három hatalmas pavilonban rendezték be a saját standjukat, és a kisméretű robotkartól egészen a komplett autót mozgatni tudó robotkarig mindent meg lehetett találni. Az jól látszódott, hogy az ott jelenlévő cégek mennyire más megoldásokat vittek el az expóra, és mennyire másként képzelik el a jövőt. Van olyan cég, ami kifejezetten az emberre fekteti a hangsúlyt, és olyan technológiát fejleszt, ami képes megsokszorozni az ember erejét, így nehezebb munkákat is el tudunk majd végezni. Mások elképzelése ugyanakkor, hogy az ember és a robot közösen fog majd együtt dolgozni, így téve még hatékonyabbá a munkavégzést és a termelést. És persze sok olyan robotot is lehetett már látni, amelyek képesek teljesen kiváltani az emberi alkalmazottakat és bizonyos feladatokat már teljes mértékben önállóan elvégezni. Yeah.
És persze iparáganként valóban eltérő lehet, hogy mikor váltható majd ki az ember, akikkel ott beszéltem, mind azt mondják, hogy átlagosan 10 évre lehet számítani. Ráadásul vannak olyan munkaterületek, ahol kifejezetten nehéz automatizálni a folyamatokat, éppen ezért nem olyan egyszerű kiváltani az emberi munkaerőt, mint ahogy azt elsőre gondolnánk. Tökéletes példa erre a Tesla, ahol Elon Musknak kifejezetten az volt a célja, hogy az első csavartól az utolsóig robotok építsék fel az autókat, később azonban rájött, hogy ez hatalmas baklövés volt, és az emberi munkaerő tulajdonképpen alulértékelték. Szóval a következő 10 évben érdemes majd mindenképpen nyitott szemmel járni és figyelni ezeket a folyamatokat, ez mutatja majd meg azt ugyanis, hogy milyen szaktudásra lesz szükség a későbbiekben és ehhez milyen irányba kell fejleszteni magunkat. Na hát mára nagyjából ennyi, a csatornára itt tudtok feliratkozni, a korábbi videókat itt tudjátok megnézni, odalent kommentben pedig adjatok tippet egymásnak, hogy szerintetek milyen tudásra lesz majd szükség a következő 10-15 évben. A jövő héten találkozzunk, addig is ne felejtsétek, csak egészség legyen és térerő! Szevasztok! Technologic.